Tudom, hogy az ilyen időkben különösen is vágyik arra az ember, hogy legyen olyan valaki, vagy legyen olyan fórum, amiben így belelapoz, vagy meghallgatja, és valami, ha nem is iránymutatást, de a gondolataihoz valami rendszerező elvet talál. Nyilván nekünk van egy muníciónk, de amikor a politikai, az aktuál politikai viharban az ember egy picit szeretne tisztában látni, mert pedig erre mostanában elég nagy szükség van, akkor szeret olyan dologba belelapozni, ami mértékadóan, mértéktartóan, visszafogottan, de nagyon határozottan képvisel valamilyen értékrendet. A heti válasz szerkesztőségi ülései nem tudom, hogy hogy néznek ki ennek szellemiségében. Vannak-e nagy viták? Az alapok azok gondolom adottak. Hogyne, természetesen generáljuk is a vitákat. Aztán van egy főszerkesztő, aki a vitákat végül is lezárja. Ez a dolga, amíg teheti, meg is teszi. De ez nem jelenti azt, hogy lefolytja a vitákat. Tehát valamiféle egyességre kell jutnunk. Van, amikor, nem ritkán, én ezt egyébként el is várom, hogy amit én vezércikként a közösség véleményeként megírok, az valóban a közösség kiforrott véleménye legyen. Tehát, hogyha meg tudják támadni, és meg tudnak győzni arról, hogy nekem nincs igazam, akkor én ezt majdnem azt mondtam, hogy készségen megteszem, de megteszem. Tehát soha nem örül az ember, hogyha veszít, de hogyha belátja, hogy az ellenérvek súlya alatt meg kell hajolni, akkor jó teszi, hogyha meghajol. Különben pedig az mozgat bennünket, nagyon-nagyon sűrű ez a téma, tehát erről annyi minden eszembe jut, hogy zaj van, zavarkeltés van, hangoskodás van, és kevés a mély tartalom. Tehát a szocializmusban attól szenvedett az ország, attól szenvedtünk, hogy nem kaptuk meg a szükséges információkat. Ma pedig egy információs dzsungelt zúdítanak ránk, és macsettával kell rendet vágni, hogy egyáltalán értsük, hogy mi történik körülöttünk. És nekünk újságíróknak ez a szerepünk, és ez a vállalásunk, hogy ott, ahol kifejezetten érezzük, hogy most nem hogy tájékoztatnánk bennünket, hanem félrevezetnek bennünket, azt mondjuk, hogy na most itt álljunk meg egy kicsit, és nézzük a dolgot magát. És a heti válasz is ezt a szerepet vállalja, hitünk szerint, hogy mi megpróbálunk lelassítani, akár meg is állítani ezt a gyors perlekedést, vagy a gyors magyarázatot, amikor látszólag megvan az igazság. És akkor a látszólagos igazság az út irányába hajlamos a tömeg menni. Egész addig, amíg valaki azt nem mondja, hogy hoppá, egy pillanatra nézzük csak meg, hogy valóban az történt, amit oly sokan mondanak, amit nagy médiumok is terjesztenek, vagy egészen másként kell erre a történetre tekinteni, és akkor mások a következtetéseket. Tehát, hogyha rossz a diagnózis. Tehát ez a világ arról szól, hogy mindenki interpretál abba a pillanatban látszólagos információk alapján, és a diagnózis kiállítására nem fordítanak kellő energiát, figyelmet és időt. És e tekintetben azért is élhetünk mi, mert különben egy heti lap a maga lassúságával, hát etente egyszer jelenik meg, bár van egy online médiumunk is, mégiscsak azt a célt szolgálja, hogy átgondoljuk mindazt, ami történt, és átgondoltan formáljunk róla véleményt, vagy átgondoltan írjuk le a történetet. Ma ugye abban a világban élünk, ahol itt már szó volt arról, hogy sokaság. Tehát, hogy most kevesen vagyunk, vagy elegen vagyunk. Persze mindig hajlamosak vagyunk megmagyarázni, hogy miért vagyunk épp annyian elegen, ahányan vagyunk, mert ez jó tesz a lelkünknek. Hát azért a sokaság az nem kell, hogy lenyűgözzön bennünket, hogy ne hozzak ide egy graffiti mondást, amely eléggé népszerű, hogy a legyek mit tesznek, és akkor 1 milliárd légy mit teszik, és akkor nekünk is őket kéne követni. De azért az nagyon fontos, hogyha mi hiszünk valamiben, találjuk meg a közvetítő csatornákat, tehát hogy most ha lelkünk mélyén kevésnek érezzük itt magunkat, akkor gondoljuk végig azt, hogy mi az, amit nem tettünk meg azért, hogy ide többen érkezzenek, többen gondolják azt, hogy nekik itt a helyük. Elég érdekes volt-e a kínálat, jó volt-e a propaganda, vagy a promóció, ahogy tetszik. Szóval ez nagyon fontos, csak azt akarom mondani,
hogy közszolgálat is. A közszolgálat, hogyha beszorítják a kereskedelmi világba, az nagyon nagy baj. A kereskedelmi számokhoz nem szabad hasonlítani a közszolgálati számokat, mert más a közszolgálatnak a feladata. Viszont ez nem jelenti azt, hogy a közszolgálatba bele kell nyugodni abba, hogy senki se hallgat bennünket, vagy néz bennünket, és unatkoznak a nézők, hogyha bennünket választanak. Tehát bonyolult ez a világ, ez a kommunikáció is nagyon egyszerűnek tűnik, mert csak mindig ott és akkor azt kell mondani, ami ott hat. De hogy ez valójában hogyan is működik, ez már egy szakma, vagy ez már annak a következménye, hogy mi mindannyian, és itt most valami széleset fogok mondani, tehát mindannyian hírvívők vagyunk. Valamire születtünk. És azt a hírt kell közvetítenünk. És hogy befejezzem a kicsit összeszedetlen gondolatsoromat, Balázsra rácsatlakozzak, nézem ezeket a tehetség versenyeket, megasztárokat, meg X-faktorokat, ahol nagyon sok jó hangú énekest látunk. De azok maradnak meg, azok maradnak a felszínen a versenyek után, akikben van valami küldetéstudat. Valamit el akarnak mondani, vagy el akarnak énekelni. És ezzel sokakhoz szólnak, hogyha ez a képesség nincs bennük, csak jó hanguk van, akkor el fognak tűnni menthetetlenül. Úgyhogy mi is arra gondolunk, hogy nekünk van feladatunk, mi hírvívők vagyunk, vagy hírhozók vagyunk, és ezt a feladatot kell tudnunk teljesíteni, akár mekkora zűrzavar van, akár mekkora káosz van, akár mennyire is az a trendi most, hogy nagyon gyorsan kell úgy csinálni, mintha mondanánk valamit, miközben nem mondunk semmit.